délutáni találkozás. Művek és művészek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dvorszky Hedvig szerkesztő vagyok. Mai műsorunkban a magyar kultúra egy rendkívüli meghatározó személyiségéről, gróf Klebelsberg Kunóról megjelent könyvről beszélgetünk Újvári Gábor történésszel és Wertel Bea grafikus könyvtervező művésszel. A több mint 190 oldalas könyv az Árgyilus könyvkiadónál a közelmúltban jelent meg. A kultúra iránt érdeklődő közönség az utóbbi években szerencsére egyre több publikáció nyomán ismét találkozhatott a két világháború közötti közélet kiemelkedő hatékonyságú személyiségének a nevével. Ez a kiadvány a tudományos kutató munkák mellett a nagy közönség legszélesebb rétegeihez kívánja közel hozni a sokrétű tevékenységű egykori minisztert és annak eredményeit. Könyv címe Kultúra nélkül nincs Magyarország, Klebelsberg Kunó. Arra szeretném kérni a történész urat elsőként, akiről már többen tudjuk, hogy Klebelsberg kutató, hogy alakult ki ennek a könyvnek a gondolata? Wertel Beának köszönhető az ötlet, és az én korábbi kutatásaimnak, amelyek a magyar kultúrpolitika történetére irányultak, és ezen belül is én elsősorban a két világháború közötti időszakot, mindenek előtt Klebelsberg, illetve Hóman Bálint munkásságát kutatom. Ezt tudván Bean, meg mivel más egyéb közös akcióink is voltak, kérdezte meg tőlem, hogy nem lenne lehetőség arra, hogy egy Klebelsberg albumot adjunk ki. És én kezdetben tamáskodtam, hiszen viszonylag jól ismerem a Klebelsberg ikonográfiát, de kiderült, hogy nem, mert első lépésekben Beának én mondtam, hogy hova kellene menni, mit kellene megnézni. Aztán olyan alaposan elkezdte kutatni a Klebelsberg forrásokat, mármint képi forrásokat, hogy magam is csodálkoztam azon, hogy mi minden van még azon kívül, amit én, mint a téma egyik legjobb ismerője addig tudtam. Tehát körülbelül a képanyag felét ismertem én korábban, a másik fele Wertelbe a szorgos kutató munkájának az eredménye. Kedves Bea, a régi ismerettségünkre tekintettel enged meg, hogy tegezzelek téged, és azt mondjam, hogy ennél nagyobb dicséretet mostanság ilyen együttműködésben nem hallottam, hogy tudnélik egy kutató munkával kiegészült közös produkció, ez a fotóalbum, vagy tudományos szakkönyv, vagy ismeretterjesztő könyv. Azért mondtam ilyen kicsit bizonytalanul, mert többször átnézve mind a három jelzőt nagyon fontosnak találtam. Te hogy jutottál el a Klebelsberg könyv ötletéhez? 2011 végére. Tehát tulajdonképpen sajnos a liszt év végére készült el az a liszt albumunk, ami magyarországi ittlétéről, vonatkozásairól, koncertjeiről szólt, ahol végigjártuk azokat a ma is meglévő helyeket, ahol liszt fellépett. Ezután egy közös ismerősünk mondta ki Klebelsberg nevét, hogy na most a liszt könyv után akkor talán rólad kéne egy albumot készíteni. Én akkor még nem ismertem, de izgatott, mert minden kihívást nagyon szeretek, és megkaptam barátnőmtől azt a filmet, amit szintén Gábor készített, vagy tulajdonképpen egy fő szereplője volt. Az akadémia könyvtárában pedig kikértem a Klebelsberg könyveket, és elkezdtem bújni, de rájöttem, hogy annyira tömény az ő gondolatvilága, amit tett
rövid élete alatt hiányzott nekem az a képanyag, ami megfogható, mert ilyen sok töményszövegben nehéz eligazodni. Egy másfél éves kutatómunka és vívódásba került, ami kialakult az albumnak az igazi szerkezete. Az egész eddigi munkásságának egyik része ez a tanulmány, amely ebben a könyvben szerepel. Hogy tapasztalt, hogy az eddigi komoly tudományos kiadványok mennyire jutottak el a közönség tudatáig, hogy ki volt Klebelsberg Kuno, mert hogy a tudományos életben végre, nagy nehezen, azt remélem, hogy különösen magának köszönhetően elfoglalta a méltó helyét. De hogy áll ez az ismeretanyag mondjuk a pedagógus társadalommal, vagy a sportvilágban, hogy más ne is kérdezzek? Épp erre lesz jó talán ez a kötet, mert sajnos itt nagyon nagy hiányokat lehet tapasztalni. Talán a nevét a legtöbben onnan ismerik, hogy a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ megalakult, és annak kapcsán rengeteg politikai vita zajlott, és ekkor kérdeztek rá sokan, hogy ki is az a Klebelsberg Kuno. Tehát ahogy mondta, valóban a szakmai világban a történészek, irodalmárok között nagyon jól ismert Klebelsberg neve, de a szélesebb közvélemény csak innen értesülhetett, illetve arról, ami kicsit igazságtalan a többi magyar kultuszminiszterrel szemben, hogy rengeteg szobrot, emlékművet állítottak Klebelsbergnek, önmagának több emlékműve és szobra van Magyarországon, mint az összes többi magyar kultuszminiszternek együttvéve, és azért mondom, hogy ez kicsit igazságtalan, mert azért ne feledjük el, hogy azok között ott volt Eötvös József, vagy Eötvös Loránd, vagy Vlassis Gyula, vagy akár Apponyi Albert, és sorolhatnám tovább a nagy neveket. Tehát szélesebb körbe kellene ismertíteni a nevét, annál is inkább, mert valóban a két világháború közötti időszaknak az egyik legkiemelkedő politikusa, sőt mondhatom államférfia volt, és egy olyan figura, akinek a teljesítményét mind a bal, mind a jobb oldal értékelheti. Bizonyos konszenzus is kialakult ebben, tehát az ő személye körül jóval kevesebb vita van, mint más két világháború közötti politikus kapcsán. Talán Bethlen István olyan még, akit a bal oldalon is, jobb oldalon is egyaránt elfogadnak. Ők ketten olyan személyiségek, akik példák lehetnek ma is. Mire alapozza ezt? Minek köszönhető mondjuk Klebelsberg esetében ez az elfogadottság? Valószínű éppen annak, ami miatt Bethlen Istvánt is viszonylag elfogadják ma már. Mind a ketten konszenzus kereső személyiségek voltak, mind a ketten felléptek a bal és a jobb oldali szélsőségekkel szemben egyaránt. Mind a ketten nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország konszolidálódott az 1920-as években, és egy rendkívüli gazdasági fejlődés következett 1929-30-ig. Tehát olyan figurák voltak, akik egyértelműen a nemzet felemelkedését szolgálták. Talán nem lehet az véletlen, hogy Klebelsberg Kunóról nevezték el ezt a bizonyos kutatóintézetet. Van-e ennek valami jelentőség a mai politikai közéletben? Azt gondolom, hogy mindenképp, hiszen ő egyaránt figyelt a felsőoktatásra, minisztersége elején inkább arra figyelt, mivel rendkívül szükesek voltak a források, és egyszerűen az a nagy tőkeigény, amit a közoktatás fejlesztése igényelt volna, hiányzott. De 1926-tól kezdődően ugye a történészek általában ezt az esztendőt tekintik a magyar konszolidáció első évének, tehát 1926-ot követően egyértelműen a
közoktatás, azon belül is főleg a népoktatás fejlesztése került az előtérbe, és ez olyan nagy sikereket hozott, hogy 1926-tól 30-ig, tehát 5 esztendő alatt 5000 népiskolai tantermet és tanítói lakást adtak át, tehát nem iskolát, sokan azt gondolják, hogy iskolát, ez valójában körülbelül 1000 új iskola volt, hát 5000 tanterem és népiskolai és tanítói lakás épült meg ebben az időszakban. Összehasonlításként mondom, hogy a háromszor akkora Magyarországban 1867 és 1918 között, tehát 50 év alatt ennél kevesebb tanterem és tanítói lakás épült, állami segítséggel hozzá kell tennem, mert egyházi kézben lévő iskolák akkor is bőven épültek, de állami segítséggel kevesebb épült 50 év alatt egy háromszor akkora országban, mint 5 év alatt a nyomorúságossá vált trianoni Magyarországon. Klebelsberg-Kuno. Hát egy nagyon művelt, nyelveket beszélő, egy elszegényedett grófi családból származó, inkább felső vagy közép-középosztálybeli közegből jövő fiatalember, aki már gyerekkorában is nagyon komoly volt, sokak szerint túlzottan komoly, az osztálytársai úgy emlékeztek rá, hogy játékokba se nagyon vett részt, akkor is inkább olvasott, sakkozott, és így tovább. Tehát egy kicsit talán mondhatnám azt is, hogy egy steril személyiség volt. Ugyanakkor már az egyetem elvégzése után készült arra a feladatra, amit később betöltött, tehát ő mindig benyomásom szerint arra számított, hogy előbb-utóbb egy miniszteri poszt, és leginkább a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztnak a tulajdonosa lesz. Már a 10-es években államtitkárként, korábban a Julián Egyesület elnökeként, ez a Julián Egyesület a horvát-szlavonországi és a boszniai magyar iskolák felállításában jeleskedett elsősorban. 14-től 17-ig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak az adminisztratív, ma úgy mondanánk, közigazgatási államtitkára volt, és innen emelkedett az útja egyenesen a belügyminiszterségig 1921-22-ben, majd 1922-től 1931-ig a kultuszminiszterségéig. És ebben a posztban mondhatni, hogy utódjával együtt egyébként Hóman Bálinttal együtt a legsikeresebb magyar kultuszminiszterek közé tartozott, hiszen egy halálra ítélt országban teremtett egy olyan kulturális intézményrendszert, ami tulajdonképp ma is meghatározza, vagy részben meghatározza a magyar kultúrának a rendszerét. Ha ma újra megpróbálna
a kulturális irányítás egy ilyenfajta klebesbergi eszményt, akkor talál erre fogadó közösséget az érintettek körében? Eltelt azóta 80 esztendő, teljesen megváltoztak a feltételek, teljesen más a minisztériumok felépítése is, hiszen a két világháború között még a sport, az egyházi ügyek, részben a média ügyek mind-mind a minisztériumhoz tartoztak. Teljesen megváltozott a költségvetés szerkezete a két világháború között, kivéve a nagy országos közgyűjteményeket és művészeti intézményeket, mint a Magyar Nemzeti Múzeum, Magyarországos Levéltár, Szépművészeti Múzeum, illetve az Operaház, és így tovább. Ezeket kivéve a közgyűjteményeket és a színházakat vagy az önkormányzatok, vagy magánosok tartották fenn. Ma ez mind-mind az államra árul. Akkoriban olyasmit, hogy irodalmi támogatás, vagy hogy lapokat az állam támogasson, teljesen ismeretlen volt egy-két kivétellel. Napjainkban ez mind szintén az államra, pontosabban a nemzeti kulturális alapra hárul. Tehát nagyon sok minden megváltozott, ugyanakkor az a rendszerszerűség, ahogy Klebersberg a kulturális intézményrendszert kezelte, az kívánatos lenne napjainkban is. Nagyon sok olyan ötlete volt, ami nem valósult meg, és ezek részben még napjainkban is megvalósításra várnak. Egyébként én úgy látom, hogy sok ilyen ötletét az utóbbi esztendőkben megpróbálták keresztülvinni. Úgy gondolom, hogy ez a könyv többek között finoman és elegánsan egy olyan tankönyv szintnek is javára válna. Kedves Bea, te voltál ennek a könyvnek ugye a megtervezője. Ezt elmondanád, de hogy miért van ez a rendszer így kialakítva benne? Hát amíg erre rátaláltam, jó néhány hónap eltelt ennek a vívódásával és a kialakításával, mert először is egy fontos pontja volt a dolognak, azaz értékmentés. A másik pedig, ahogy megismertem Klebersberg életét, azt láttam, hogy nagyon sok ponton tulajdonképpen, amit ő elindított, az működik még ma is. Ilyen például a vízilabda kupája, amit ugye a mostani vízilabdások is érdemben bemutattak. Ez vezetett el arra, hogy a sok képet összegyűjtöttem, valami rendet kellett teremtenem, és így jutottam el arra, hogy kronológiában mutassuk be Klebersberg életét. Felállítottam magamnak táblázatokat, ez alatt azt értem, hogy az éveket, tehát 1875-től 1939, utána a helységeket, a városokat, ahol Klebersberg előfordult, vagy ahol ami kapcsolódik hozzá, aztán az különböző eseményeket, a létesítményeket, majd a könyveit, azokat a személyeket, akikkel szorosabb kapcsolatban volt, akik munkájában segítették, és ez az egész tipográfiai rendszernek az alapja volt, mert ezeket a különböző egységeket kellett helyére tenni. Ebben a korban, Klebersberg korában a képes újságok egyszínűek voltak, így adódott, hogy mivel ezek is régi képek, újságfelvételek, egy színben is ugyanúgy elmondja a könyv, amit szeretnénk vele közölni. A tipográfiát hívtam tulajdonképpen segítségül, de ezt csak ott lehet jól használni, ahol a tartalmi rend is megvan, mert amikor ez szerkesztésre kerül, az utolsó pontnak is helyén kell lenni. Ebben is Gábor nagyon jó partner volt, mert a szövegeknek a kivonata nagyon fontos volt, hogy a legfontosabb, a legtömörebb részek kerüljenek a helyükre. Mondjuk van itt egy ilyen rész, 1914 és 1915 között, ez egy oldalpár rögtön, így néz ki, és valóban ez a tipográfiai megoldás nagyon sokat segít, ugyanis az első olvasat után az embert rákényszeríti arra, hogy jobban megnézze, hogy az oldalpáron egyszerre látja az évszámokat, egyszerre látja azt, hogy akkor például a mint közoktatásügyi minisztérium mit cselekedett, hogy nézett ki a rokkant hivatal, két hasában a szélén vannak kiemelt betűkkel idézetek, közben egy bizonyos rendszer szerint megy ez az említett folyamatos idézetsorozat. 200 oldal, 300 fotóval,
körülbelül 50 olyan létesítménnyel és eseménnyel, ami Klebersberg nevéhez fűződik. Körülbelül 20 olyan személy kiemelésével, akivel szoros kapcsolata volt, együtt dolgozott. A könyv címeknek is megvan a helye és azokból való idézetek. Mi volt újdonság a kötet összeállítása során? Számomra elsősorban az, hogy ez valóban egy kihívást jelentett, hiszen nem egy előre eltervezett szerkezet alapján kellett dolgoznom, hanem a képekhez kellett igazítani a szöveget, és ez roppant érdekes feladat volt. A szövegek, amik megjelennek, azok részben Klebersbergtől vett idézetek, részben pedig róla szóló idézetek, és ahol szükséges, ezek mellé írtam néhány jegyzetet. Kizárólag akkor hoztam saját szöveget, ez nagyon kevés van a kötetben, amikor semmiféle forrás nem állt rendelkezésre az illető eseményről, vagy pedig olyan jelentéktelen volt, vagy pedig olyan terjengős, hogy nem fért volna bele ebbe a keretbe. Ami új, az ebből a szerkezetből adódik, illetve van benne természetesen néhány levéltári forrás is, amelyeket eddig nem közöltek Klebersbergre vonatkozóan, vagy tőle származóan. De a szerkezet adja szerintem az újdonságot. Kezdetben arról gondolkoztunk Beával, hogy tematikus bontásban jönne ez a kötet, és végül az ő ötlete volt, és szerintem ez kiváló volt, hogy haladjunk végig az életúton, és inkább kronológiai rendben legyen. Tehát a képekhez, mindig a képekhez kapcsolódnak a szövegek, így ez nem egy egységes életrajz, de sok szempontból jóval többet mond el, mint egy életrajzi kivonat, vagy akár egy sokíves életrajz Klebersbergből. Milyen volt Klebersberg Kunónak a viszonya Bethlenhez? Nagyon jó kapcsolatban voltak, amit az is jelez, hogy Klebersberg volt a leghosszabb ideig Bethlen mellett miniszter, hiszen ezek a Bethlen kormányok 1921-től 1931-ig rengeteget változtak személyi állományukban is. Klebersberg fél esztendő kivételével mindvégig a Bethlen kormányoknak a tagja volt, és mivel a vallás és közoktatásügyi tárca költségvetése az 1926-27-es költségvetési évben már a legmagasabb lett az összes minisztérium közül, 1927-től már 10% fölött volt a dotálása ennek a tárcának, ezért ez a tény is jelzi, hogy kiemelt szerepe lett a kultuszminisztériumnak, ahogy akkor a vallás és közoktatásügyi minisztériumot rövidebben nevezték, és jelzi azt is, hogy Bethlen mindenben megbízott Klebersbergben. Ő is búcsúztatta, aztán halálakor nem véletlen, hogy a 30-as években visszatekintve az 1920-as évekre nagyon sokan már Bethlen Klebersberg korszaknak nevezték ezt az időszakot. Pontosan azért, mert ők ketten voltak ennek a korszaknak a meghatározó politikusai. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy nagyon jó harmonikus kapcsolatot igényelt. Sokszor el is mondták egymásról, hogy tulajdonképp a kormány nem létezne, vagy nem így működne, hogyha ők ketten nem dolgoznának együtt. Amikor Szentgyörgyi Albert 1937-ben elnyerte a Nobel-díjat, az egész magyar közvélemény Klebersberget idézte. Íme, a műveltségre fordított pénz világra szóló magyar dicsőségben térül vissza, mondták. A sajtó és a közvélemény úgy érezte, hogy a magyar tudósnak jutott Nobel-díj a magától értetődő egyéni érdemen felül természetes eredménye és a betetőzése volt Klebersberg tudománypolitikájának, amelyet ez a hősies lélek a legmostohább viszonyok között ellenállással küzdve, marogúny és lekicsinylés kíséretében indított el.
Szent Györgyi Albert első útja Klebelsberg sírjához vezetett. Így módon akarta megköszönni, amit tőle kapott. Neki köszönhetem, mondta Szent Györgyi, hogy Magyarországon vagyok, az ő lelkének nagysága hozott vissza. Kedves hallgatóink, a magyar kultúrában mindkét világháború hatalmas pusztítást végzett. Évtizedek kellenek mind a műveltségeszmény, mind az erkölcsi mércék józan helyreállításához. Ehhez nyújt kitűnő segítséget gróf Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter életművének újra áttekintése, amelyet Újvári Gábor történész és Werther Bea grafikus művész dokumentum kötetének olvasgatása során élvezhetünk. Munkatársaim Bögös Henriett zenei szerkesztő, valamint Bolyás János és Csák Éva technikus munkatársaim nevében is további tartalmas rádióhallgatást kíván önöknek, Dvorszky Hedvig, a műsor szerkesztője.